Hűsítő augusztusi sportkülönlegesség várt pénteken Miskolcon a sportbarátokra, ugyanis hazai jégen is bemutatkoztak az új szezonban a DVTK jegesmedvék. A medvék ellenfele az előszezon második találkozóján a Népkerti jégcsarnokban a Gyergyói Hoki Klub volt. Minden új játékosát pályára küldte Tokai Viktor vezetőedző, és tetszetős dolgokat produkált a miskolci együttes, de a győzelem a vendégeké lett. A szezon első mérkőzését láthatta pénteken a Népkerti jégcsarnok közönsége, amikor is a DVTK jegesmedvék Gyergyó csapatát fogadta az előszezon egyetlen hazai felkészülési mérkőzésén. Egy ijesztő jelenet indította a játékot, egy távoli lövés ugyanis fején találta kis Rolandot, de a kitűnő védő folytatni tudta a mérkőzést. 15 perce tartott a mérkőzés, amikor emberelőnyből Fejes megszerezte a vezetést csapatának, majd Krisz Bodó is betalált, így 2-0-ás vendégelőnnyel ért véget az első harmad. Jól kezdődött viszont a piros-fehéreknek a folytatás. A szélről középre tett korongot először Jombik ütötte kapura, a kipattanót pedig a jól érkező Farkas vágta a hálóba. 1-2 a harmadik percben. Végig nagy védésekkel segítette csapatát Kis Bence, a DVTK ezekből pedig építkezhetett. A hatodik percben Wears okos átadását Razumnyak váltotta gólra. 2-2. Ez a pillanat pedig már azt mutatja, hogy elhagyta a korong a harmadot, tehát lesről esett a harmadik gyergyói gól, de Vince közeli lövését megadta a játékvezető. 2-3. A záróharmad 12. percében egy nagyon szép akció végén született egy újabb vendégtalálat, Bodó második, csapata pedig negyedik gólját szerezte ezzel. A folytatásra is maradt még Kis Bence védés, de maradt még egy vendégtalálat is. 5 perccel a vége előtt Császár állította be a végeredményt. DVTK jegesmedvék, Gyergyói Hoki Klub, 2-5. Nekünk most ilyenkor fokozottan a hibákra kell koncentrálni edzőknek, mert ugye szeretnénk kiegyenesíteni ezt a játékot napról napra, időről időre. A hazai vezetőedző, miután ez volt az előszezon egyetlen hazai edzőmérkőzése, azt kérte, nagy energiával kezdjen, uralja a játékot a csapat, ami részben sikerült is. Összességében a második és a harmadik játéknak az energiaszintjével és az elkötelezettségével azzal rendben lehetünk. A kezdéssel nem feltétlenül, sőt, azt kell mondjam, hogy nem. Ennél sokkal több kell, hogyha meg szeretnénk alapozni a mérkőzés hátralevő részét, és a helyzeteinkkel és magával a koronggal is jobban kell tudnunk bánni. Bővebb értékeléseket keddi sportműsorunkban láthatnak nézőink. A folytatásban pedig idegenben a szlovák extraligás Szepesvár ellen lép majd végre a miskolci együttes.